Mire képes a gonoterápia egy tüdődaganatos agyi áttétekkel rendelkező fogyasztó esetében? Ebben a videóban egy visszajelzést hallhatsz, amely nyilvánvalóan véletlen. Nevem Bojtő Zoltán, és 2011 óta foglalkozom gonoterápiával. Volt valaki, aki amikor megkeresett, tüdődaganata volt, és agyi áttéteket is találtak. Én ajánlottam neki azt, amit daganat esetében általában szoktam ajánlani. Ha érdekel, hogy mi ez, akkor vedd fel velem a kapcsolatot. És most kaptam egy visszajelzést. Akiről szó van, a primér daganata tüdőben volt, és volt 9 agyi áttéte. A motorikus idegrendszer sérült, tehát a mozgásával voltak, mozgáskoordinációs problémái voltak. Elkezdte a kezelést, persze kapta azt is, amit egyébként szoktak neki az orvosok adni, kapott 10 agyi besugárzást. És utána az orvosok azt mondták neki, hogy nem is értik az állapotát, hiszen ő neki már véreset kellene köpnie, és be kellene csövezni, velennie a tüdőjének, és gyakorlatilag úgy kellene tologatni a tolószékkel a folyosón, és ehhez képest ő teljesen jól van. Említette, hogy volt itt az ínyében egy kívülről is kitapintható, elég nagy méretű, egy ilyen magyaró méretű kőkemény csomó, és ez teljesen eltűnt. Természetesen eszemágában sincs olyat állítani, hogy ez mind a gonoterápiának az érdeme. Ez nyilvánvalóan egy szerencsés véletlen. Szerencsére nem ritka.